Pénzbeszél. Lakossági pénzügyi magazin műsor azoknak, akiknek nincs pénzük, és azoknak, akiknek van. Befektetési tippek, spórolási ötletek, hitelbiztosítás, öngondoskodás, nyugdíj. Befektető, az Inforádió lakossági pénzügyi magazinja. Minden csütörtökön este 7:30-tól itt az Inforádióban. A műsor együttműködő partnere a pénzcentrum.hu. Befektető. Műsor támogatója az Arteus Capital, a befektetési nemesfémek specialistája. www.arteus-capital.com. Brüsszeli hét. Az Európai Unió hírei és eseményei közvetlenül Brüsszelből, a Bruxinfo szakembereitől. Információk, elemzések, a döntések előzményei és lehetséges következményei. Brüsszeli hét. Az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja. Minden szerdán 20 órától. Műsorajánló hangzott el. Elleni tiltakozásra szólította fel az osztrák kormányt a Greenpeace. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Csákán Róbert és Ignát Márka, részletek a közlekedési információk és az időjárás jelentés után. A biztonság rajtunk is múlik. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 9-es kilométernél egy műszaki hibás tehergépkocsi vesztegel, a külső sávban több kilométeres a torlódás. És egy közelünkben húzódó frontrendszer alakítja időjárásunkat. Folytatódik a változatos, medárti idő. Kettestig gyakran lesz erősen felhős az ég, csak rövid időszakokra szakadozhat fel a felhőzet. Főként napközben várható zápor, zivatar, egy-egy zivatart felhőszakadás, jégeső és viharos szél is kísérhet. Észak a kevesebb csapadék valószínű. Hajnalban 16, délután 23 fokra számítható. A hét második felében egyre kevesebb lesz a zápor, zivatar. A hétvégén már napos, száraz idő lesz. Szombaton a csúcshőmérséklet már a 30 fokot is meghaladhatja. Országos meteorológiai szolgálat. Újvári Katalin. Két perc hírek részletesen. Várhatóan a parlamenti közgyűlés október ülés szakán döntett az Európa Tanács arról, induljon-e monitoring eljárás Magyarország ellen egyes kifogásolt jogszabályok miatt. Erősítette meg a testület brüsszeli irodájának szóvivője. Andrew Cutting közölte, a Velencei Bizottság az Európa Tanács égisze alatt működő független tanácsadó testület pénteken vitatja meg a magyar választási törvény, továbbá az Alkotmánybíróságról, a nemzeti kisebbségek jogairól, valamint az ügyészségről szóló törvény eddig elvégzett elemzésének következtetéseit. A szóvivő azt nem tudta megmondani, hogy a bizottság hivatalos és végleges értékelését már pénteken nyilvánosságra is hozzák el. A miniszterelnök úgy látja, hogy Magyarországon jobban működik az igazságszolgáltatás, és az elmúlt években a korrupciós ügyek száma, amely Pontfejter szerint egyértelműen a felderítő munka eredményességének köszönhető, nem pedig annak, hogy több ilyen bűncselekmény történt. Továbbra is a vasúti szárnyvonalak újranyitása a célja a Fidesznek, mondta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. Rogán Antal azután beszélt erről, hogy a hétvégén nyilvánosságra került egy videófelvétel, amelyen a Fejlesztési Tárca háttérintézményeként működő Közlekedés-Tudományi Intézet munkatársa a szakszervezeti vezetőknek azt állítja, a MÁV nem azokat a vonalakat újítja fel, amelyeknél ez indokolt lenne, ehelyett ott indultak munkálatok, ahol arra nincs szükség. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, a felvételen hallható férfi nem a területért felelős államtitkárok felhatalmazásával beszélt,
és nem az ő véleményüket tolmácsolta. Közben Dóka Gábor, aki a felvételen hallható bejelentette, munkáltatója, arra hivatkozva, hogy megrendült benne a bizalom, megszüntette munkaviszonyát. A történtek miatt az MSZP az ügyészséggel vizsgáltatná meg az elmúlt két év vasút felújításait, az ellenzéki párt hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést is tett. A paksi atomerőmű bővítés elleni tiltakozásra szólította fel az osztrák kormányt a Greenpeace. A környezetvédő szervezet szerint a paksi erőműre vonatkozó terve egész Közép-Európa biztonságát veszélyezteti, energiapolitikai szempontból pedig elhibázott. 21%-a úgy vélekedett, hogy a referendumot a következő években kellene megtartani. A brit Európai Uniós tagság kérdése az euróvezetett sújtó gazdasági nehézségek nyomán vált újra témává a Szigetországban. A Populus intézet által végzett közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek 49%-a vélekedett úgy, hogy népszavazást kellene kiírni arról, Nagy-Britannia továbbra is az Európai Unió tagja legyene. A briteknek csak egyharmada szeretne részese lenni az egységes piacnak, míg 40% ellene van. A megkérdezetteknek mindössze 13%-a gondolta úgy, hogy nincs szükség referendumra. Olvasson híreinkről bővebben a www.inforadio.hu hírportálon. Nem biztos jövőre az 1,6%-os növekedés, ezért a költségvetési tanács szerint alternatív makrogazdasági prognózist is kell készíteni a kormánynak. A tanács már véleményezte a jövő évi költségvetési tervet. Véleményük szerint a jövő évi hiány és adósság célok megvalósulásához teljes egészében meg kell valósítani a Szél-Kálmán tervet. A kormány szerdán tárgyal újra a jövő évi költségvetésről, és pénteken benyújtja az országgyűlésnek Vindis Judit összefoglalóját. Alternatív makrogazdasági prognózis készítését javasolta a költségvetési tanács a kormány számára. A jövő évi költségvetési terv egyelőre nem nyilvános. A Szél-Kálmán terv 2 alapján 1,6%-os növekedést vár jövőre a kormány. A költségvetési tanács szerint ez csak akkor érhető el, ha számottevően javul a belföldi kereslet és a befektetői bizalom jelentősen erősödik. A költségvetési tanács szerint az alternatív prognózisban a kormánynak figyelembe kell vennie a növekedés beindulását veszélyeztető folyamatokat, emelni kell az ország védelmi alap előirányzatát, és gondoskodnia kell a költségvetés kockázatokat mérséklő korrekciójáról. A tanács szerint a költségvetési egyensúly tartása érdekében újabb kiigazítási lépésekre lehet szükség, bevételi és kiadási oldalon is. A tanács hiányosnak tartja néhány bevételi és kiadási előirányzat megalapozottságát. Véleményük szerint például aggasztó, hogy a tervezés jelenlegi fázisában vannak még olyan felülről nyitott kiadási előirányzatok, amelyek esetén a kapott háttérszámítások és az ezek mögött meghúzódó folyamatok alapján a tervezett kiadások túllépése várható. Azt javasolták a kormánynak, gondoskodjon arról, időben fogadja el a parlament azokat a jogszabályokat, amelyek a Szél-Kálmán terv 2-ben szereplő bevételeket és kiadási megtakarításokat biztosítják, vizsgálja felül a kockázatos előirányzatokat és mérsékelje a költség túllépés veszélyét. A költségvetési tanács szerint a konvergencia program és a Szél-Kálmán terv 2 maradéktalan betartásával, az árulások fenntartásával az idei 2,5%-os hiánycél teljesülhet. Felhívták a figyelmet arra, hogy a gazdasági stabilitás megőrzése érdekében vállalt intézkedések egy része gyengíti a gazdaság dinamizálásának lehetőségeit, és rontja a 2013-ra vonatkozó makrogazdasági kilátásokat. A tanács szerint a kormány gazdaság stratégiai céljai, mint a kis és hatékony állam kialakítása, az alacsony hiány és a csökkenő adósság, a foglalkoztatottság és a versenyképesség javítása jó irányba mutatnak. Mindis Judit, Inforádió. Kívánok. Az autópályákon és főutakon közepes a forgalom, jó tempóban lehet haladni. Nagyobb járműmozgást az M0-as autóút déli szakaszán lejelentettek. Itt az M5-ös autópálya felé telítettek a sávok, de torlódás nem alakult ki. A másik oldalon az M1-es autópálya felé, a 9-es kilométernél a Diósdi csomagpont után egy műszaki hibás tehergépkocsi veszteg el a külső sávban. Több kilométeres torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán a baleseti helyszínelők dolgoznak. Budapest felé az 56-os kilométernél az Örkényi csomópont előtt a külső sávot zárták le. A 3-as főúton Aszódnál csatornáznak, a 42-es és 43-as kilométer között a sávlezárás mellett tart a munka, várhatóan június 22-ig. Az 5-ös főút fővárosi bevezető szakaszán az Ócsai úton a városhatár és az M0-as autóút között útépítés miatt félpályás lezárásra számítsanak. A 18-as kilométer közelében jelzőlámpa irányítja a közlekedést, itt is torlódások alakulhatnak ki. További jó utat kívánok, útinforma, Szőnyi Zsolt. Ez Magyarország Inforádiója. Akár a
100 milliárd eurót is elérheti a meggyengült spanyol bankszektor stabilizálására fordítható összeg, áll az Eurócsoport közleményében. Gyévei Zoltán, a Bruxinfo szakértője az Infraredinek hangsúlyozta, hogy a madridi kormány körül a múlt héten elfogyott a levegő, ezért sem halogatotta tovább a mentőcsomag kérését a riporter Farkas Dávid. Mire terjedhet ki ez a banki mentő? Valószínűleg és szinte kizárólag a bankoknak a feltőkésítésére, újratőkésítésére. Az összeg az maximum 100 milliárd euró. Hogy ezen túl lesznek-e még feltételek, azt nyilvánvalóan majd a következő napokban fogják kidolgozni. Tulajdonképpen az elmúlt napokban már voltak jelei annak, hogy megszületik ez a megállapodás a pénzügyminiszterek között. Mennyire volt sima a döntés? Mit lehet erről tudni? Kevés információnk van, de az biztos róla, hogy az előző hetekben igen kemény birkózás folyt a színfalak mögött. Elsősorban az mert a madridi kormány nagyon nehezen adta be a derekát. Hasonlóan egyébként ahhoz, ahogy a portugálok, az írek annak idején, igen, sokáig vonakodtak elfogadni egy ilyen...